Augusztus kiemelkedő látványossága a persei Delk Meteor Raj. 9-e és 12-e között ismét láthattuk Szent Lőrinc könnyeit, a Perzeusz csillagkép felől érkező persei Delk hulló csillagait, melynek megfigyelése kiváló esti program lehetőség volt Hajdúszoboszlón. Augusztus kiemelkedő látványossága a persei Delk Meteor Raj. A hullócsillagok megfigyelése magával ragadja az embereket, teljes kikapcsolódást nyújt mindenkinek. Augusztus 12-én ennek megfelelően Hajdúszoboszlón is hatalmas volt az érdeklődés. A Halasi Fekete Péter téren még világosban lehetőség nyílt megfigyelni égi kísérünket, a Holdat. Érdekesen látni a felületét, és ilyenkor látja az ember, hogy mi kicsi az emberiség, milyen sokat kell még fejlődni, hogy valamikor is eljussunk a Holdra. Rendesen úgy, hogy ott lakhassunk majd, ha szükség lesz rá. Különösebben nem nagyon voltunk ennek testközelben, de most látható, mert a különböző felbontásokkal látod a távolabb, közelebb és egészen a felületét. Tehát érdekes. Legtöbben végigéltük már azokat a pillanatokat, amikor elkapjuk a hullócsillagokat, amint fényesen végig szántanak az égen. Röpke időre kiszakadunk földhöz ragadt létünkből, hiszen megérint a végtelenség érzése. Tulajdonképpen egy nagyon érdekes jelenség, amit egyszer látunk egy évben, és ezt meg kell ragadni, sőt, mi több ezt az alkalmat, ami lehetőséget biztosít erre. Mert nem hiszem, hogy ennyi távcső rendelkezésre áll bárhol. Ahogy sötétedett, egyre többen jöttek és terítették le pokrócaikat a fűre a meteorok megfigyelésére, és járták körbe a különböző teleszkópokat. A látogatók között voltak tapasztalt csillagászok is, akik már több évtizede figyelik a végtelen univerzumot. Ami nagyobb élmény volt például, hogy innen is lehetett látni a sarki fényt egyszer, volt egy olyan idő. És pont egymást riasztottuk, és kerestünk egy helyet, és megnéztük mi is. Tehát ami nem várt, volt olyan, hogy innen 10 évben se lehet látni. Hiába forgunk, emelkedünk, magasba megyünk, lejjebb megyünk, nem. A sarki fény ez néha lehet csak látni, mikor lehúzódik idáig a láthatósága. Az például nekem egy nagy élmény volt, mármint egy fizikai folyamat, az nem olyan, hogy mint a Hold, hogy az ott van, oda nézek, ott van. Ezt kereshetném, csak akkor látom, ha úgy alakulnak a körülmények. A legkisebb gyerekektől a 10 éveseken és a felnőtteken keresztül a legidősebbekig minden korosztálynak kiváló lehetőség volt, ami családi programnak is kiváló volt. Én erről nem is tudtam, csak osztálytársam rám írt, hogy mi erre nem eljövünk. Kérdeztem tőle, hogy ez mi, és akkor így kifejtettem. Anyáik, mikor hazaértek a munkából, megkérdeztem, és igen, mondtak. Gyakran szoktatok hullócsillagot nézni? Általában augusztusban mi mamáiknál szoktunk lenni, és mamáiknál mindig van egy játszótér, ahová lemegyünk, és ott szoktuk kémlelni. Most nem csak hullócsillagot lehet itt kémlelni a Halasi Fekete Péter téren, hanem a kísérő égi testeket, mint például jelenleg a Holdat is. Milyen érzés volt a távcsövön keresztül látni, hogy hogyan is néz ki a Hold valójában? Nagyon szép volt a Hold, izgalmas, és olyan fura volt, hogy ilyen göcsörtök vannak benne. A csillaghullás megfigyelői nem csak szemlélték az eget, de ismereteiket is elmélyítették, hiszen Balogh Zoltán hajdúböszörményi csillagászati ismeretterjesztőt hallgatva a hulló csillagok mellett több komoly távcsővel figyelték meg különböző nagyításban a Holdat. A ma esti program a Csillagok alatt országos bemutató sorozatnak az egyik része. Mi a Vega Csillagászati Egyesület hajdúsági területi klubja vagyunk, és így hirdettünk ide Hajdúszoboszlóra először egy ilyen jellegű bemutatót. A rendezvénye előzetesen 2700-an regisztráltak, hát 20 percre kezdtünk, de hogyha szétnéztek, akkor lehet látni, hogy már most nagyon sokan vannak. Ugye az apropót az adja, hogy a mai napon van a Perzeida Meteor Rajnak a maximuma, és ezt jöttünk el megfigyelni, illetve az érdeklődők a különböző távcsövekbe, hogyha belenéznek, az este folyamán megnézhetik a Holdat, illetve szemügyre vehetik például a Szaturnusznak a gyűrűjét, illetve mivel ígéretet kaptunk arra, hogy a környéken a lámpákat lekapcsolják, a fényesebb mélyűri objektumokat is megláthatják majd a jelenlévők. A Perseidák szülőégi teste a 109P Persfift
mellettát ül Lajstrom nevű üstökös, amelyet még Louis Swift, amerikai csillagász fedezett fel távcsővével 1862-ben. Minden év augusztusában a Föld keresztezi az üstökös pályáját, amelyen temérdek port és törmeléket hagy maga után. Ezeket láthatjuk felvillanni és különböző színű csíkokat húzni a tiszta éjszakai jégbolton. A nagyon nagy százalékuk az megsemmisül elég a légkörbe, a nagyobb darabok azok elméletileg földet érhetnek, de amik már nagyobb darabok is bekerülnek, azokat ugye már tűzgömböknek hívjuk. Hát reméljük, hogy az éjszaka során lesz arra lehetőség, hogy lássunk ilyen néhány tűzgömböt is, illetve a jelenlévők. Ugye azt kell tudni, hogy ehhez a megfigyeléshez egyébként nem szükséges semmilyen távcső. Mi arra kértünk mindenkit, hogyha kijön, hozzon magával egy pokrócot, egy laticelt, itt a fűbe le tudja teríteni, és akkor a meteorraj radiánsa felé kell nézni, mi ezt majd meg fogjuk mutogatni különböző ilyen lézertollakkal. Az előrejelzések azt jósolják, ugye ezek előrejelzések, hogy óránként akár 75-öt is láthatunk belőle. Azt azért tudni kell, hogy a valódi maximum az ma augusztus 12-én 12 és 16 óra közé esett, magyarul ugye az nappali égen volt, abból túl sokat nem láthattunk belőle. Hát bízunk abba, hogy nagyon sok lesz, és minél látványosabbakat fogunk látni az éjszaka során, és akkor ugye lehet majd kívánni. Már a csillagoktól roskadozó, a Tejút galaktikus ívével megrajzolt égbolt is ellenállhatatlan erővel bír, de a várhatatlanul felragyogó és csak pillanatokig létező hullócsillagoknak kétség kívül mágikus ereje van. Nem csoda, hogy megérintenek mindenkit és előhozzák legbensőbb és legtitkosabb vágyainkat. A csillagos égbolt az mindig is érdekelt az embereket, az emberiséget. Az egyik legrégibb kulturális örökségünk, hogy úgy mondjam, hiszen mióta emberiség van, azóta ugye mindig láthatjuk. Ugye a mai kor embere aránylag távol került tőle, viszont az urbanizációnak köszönhetően a városokban, településeken egyre nagyobb a fényszennyezés, egyre kevesebbet látunk belőlük, de az érdeklődés továbbra is megmaradt. Illetve ne felejtsük azt el, hogy ugye nagyon sok meteorraj van egyébként egy évben, de talán ez az augusztusi azért a legfelkapottabb, hogy ezt a szót használjam, mivel nyár van, jó idő van, és ez megfelelő alkalmat biztosít az embereknek, hogy kijöjjenek, fölnézzenek az égre, szélnézzenek, illetve ugye most láthatók olyan objektumok, amik úgymond kísérő rendezvényként be tudjuk őket mutatni. Az egyik leglátványosabb bemutatási objektum az továbbra is a Hold, hiszen itt a Holdnak a kráterei gyönyörűen lehet látni, illetve később föl fog kelni majd a Szaturnusz, meg lehet nézni a gyűrűrendszerét. Aki mondjuk nagyon sokáig marad, megnézheti a Jupitert is a négy galilei holdjával együtt.